Szerintem most sok nézőnk figyelni fog ránk, mert hogy devizahitelekről lesz szó, és igyekszünk jó tanácsokat adni Galcsikné Erdősi Évával. Jó reggelt kívánok, a hitelsikerek.hu szakértőjével. Annak a hírnek a kapcsán, hogy 66 ezer bedőlt hitelesből október végéig csupán 2700-al állapodtak meg a bankok, és ami talán még inkább meglepő, hogy 22%-a az adósoknak nem is akart beszélni a hitelező pénzintézettel. Miért? Ennyire kilátástalannak érzik a helyzetüket? Van ebbe kilátástalanság is egyrésztről. Másrésztről a legtöbb pénzügyi intézmény nem egy konkrét ajánlatot küldött ki az adósnak, hanem azt mondta, hogy igen, van ez az ajánlás, felsorolta mennyi a tartozásod, elmaradásod, és üljünk le beszélgetni. És ennek kapcsán kiküldött egy mellékletet, ahol kérte az ügyféltől, hogy most milyen a jövedelmi helyzete, mennyi lehet az ingatlan értéke, stb. Stb. Na most egy életszerű példából kiindulva, ha valaki fölvett 12 millió forintot 2008-ban, 20 éves futamidőre, türelmi idős konstrukcióknál van a legtöbb probléma, ahol tőkét nem fizettek, csak kamatot, ezért aztán 2015-ben, amikor megtörtént a forintosítás, az a helyzet állt elő, hogy ebből a 12 millió forintból, ha mondjuk 6-ot fizettek, lett egy 25 millió forintos tartozás. 25 millió forintot kéne az adósnak 8 év vagy 12 év alatt visszafizetnie, mert nem csak kamatot, hanem tőkét is. Ez azt jelenti, hogyha ő mondjuk ugye hitelfelvételkor megállapodott a bankjával, hogy viszonylag alacsony kamat fizetési kötelezettség mellett fogja ezt majd a törlesztését végigvinni, akkor az azt jelenti, hogy 12 millió forintra olyan 70 ezer forint környéken törlesztett. A 25 millió forintra most igaz, hogy nem magas kamat mellett, hiszen most ez viszonylag alacsony. Ez azt jelenti, hogy a hátralévő 12 év alatt neki olyan 250-280 ezer forintot kellene fizetni, ha nem változtatom a futamidőt. Az az ajánlat, hogy most toljuk ki a futamidőt még 10 évre, ezt a 250 ezer forintot mondjuk lejjebb tudja vinni 200 ezerig. Az nem egy érdemi segítség. Viszont 10 évvel tovább fizetem a 200 ezeret, tehát még többet tolok vissza, és ugye ez egy 12 milliós kölcsönről beszélünk, ami azt gondolom, hogy nem sok. Ezért, hogyha megnézem, mondjuk egy panellakást lehetett venni. Ezek nagyon elképesztő számok, és az ember először arra gondol, hogy akkor ebből hogy van, hol van a kiút? Tehát, hogy... Igen, a probléma azt gondolom, hogy ott keletkezett, hogy amikor az árfolyam megindult fölfelé, ugye a forinthoz képest, akkor ugye a mai napig rengeteg megmentő csomag történt a probléma megoldására. Azt láttuk, hogy ez nem vezetett eredményre, tehát a probléma megoldás az azért nem volt jó, mert nem az egész devizahiteles problémát próbáltak kezelni, hanem mindig bizonyos rétegeket. Tehát, hogyha visszaemlékszünk, ugye 2011-12-ben volt a 180 forintos végtörlesztés, ez azoknak volt jó, akik voltak olyan helyzetben, hogy visszatudták ezt fizetni, aztán megint próbáltunk egy szegmenset, megint. Általában elmondható, hogy a magasabb jövedelműek jártak jól ezekkel a lehetőségekkel. Tehát azoknak volt lehetőségük kiszabadulni ebből a problémából, a legtöbb átlag ember az ebbe beleszorult. És amikor kap egy ilyen levelet, hogy akkor most igen, szeretnénk veled egyezkedni, az számára nem megoldás, hogy ennyit kéne visszafizetni. Annál is inkább ez rossz, mert az MNB most decemberben kiadott egy ajánlást, hogy ezekben a helyzetekben ugye a fizető képességet kellene visszaállítani. A fizető képesség pedig szorosan a jövedelmi helyzethez kapcsolódik, tehát innentől kezdve az iménti példát megnézve, a banknak az ajánlata az abból állhatna, hogyha ő elenged a tartozásból. Mert ugye ezt is hallottuk, hogy több adós azért nem akart egyezkedni, mert hogy nem engedtek el eleget a tartozásából. Most kérdezem én, ha tényleges ez az intézkedés, már pedig azért tűnik úgy komolyabbnak, mert az ESZIA törvényben is átvezettek egy változást, hogy aki 2017-ben elengedésre kerül bármi, az eddigiekkel szemben már nem kell utána adót fizetnie sem az adósnak, sem a banknak. Tehát reális esély látszik, hogy nem a követeléskezelők felé fogunk elmenni, hogy ugye a bank eladja ezt a követelést sokkal olcsóbbért. Ugye az adósnak nem engedi el a tartozást, de a követeléskezelőnek ezt így eladja, vagy követelés vásárlónak, de ez most mindegy is, ez már egy másik történet. Tehát azt mondom, hogy lehetne erre esély, csak nem tudom, hogy miért nem valósul meg. És hát a bankok ezzel nyilván nem járnak jól. Jó, de tudom, hogy miért nem valósul. Akkor ezt is elmondom. Tehát ugye mit vizsgál a bank? Nem feltétlenül a fizető képességet, hanem megnézi, hogy amögött a követelés mögött a fedezeti ingatlan értéke mekkora.
Azok vannak a legrosszabb helyzetben, ahol az ingatlan értéke nagyobb, mint a tartozás. Hiszen ők eddig is rendesen fizettek, és nekik egy forintot nem fognak elengedni, hiszen ha más nincs, akkor elviszem az ingatlant, és megtérül. Ugye hol lehet számítani elengedésre, ahol az ingatlan értéke az kisebb. Hogyha kisebb, mint a követelés, akkor lehet, reális esélye lehetne most már adózási szempontból is, hogy megállapodjak a bankokkal, viszont azért nyilvánvalóan, hogy a banknak az az érdeke, hogy minél több pénzt behajtson, és nem csak az érdeke, hanem ez a kötelezettsége is. Jó, akkor most mindezek alapján mit tanácsol a devizahiteleseknek, mondjuk ott, ahol az ingatlan értéke nagyobb, és a B-verzió, ahol kisebb, tudva azt, hogy én azt hallom, hogy a devizahiteleseket képviselő ügyvédek dolgát azért most már egyre inkább megpróbálják megnehezíteni, hogy ne perre vigyék, pedig azért vannak akár nemzetközi sikerek is, de ahhoz is türelem kell, meg pénz. Akkor most mit tegyen a devizahiteles? A devizahiteles mindenképpen azért nézze hát a szerződését, mert az nagyon fontos, hogy bármennyire is nehezítjük ezt a problémát. Na, két mondatban. Ugye azt mondták, hogy az átlagos fogyasztónak elolvasva a szerződést mindenről tudnia kellett, hogy őt milyen kockázat terheli. Ehhez képest ugye született most már 8 darab devizahiteles törvény, van x darab polgári jogegységi határozat, mert még a bírók sem képesek eldönteni, hogy kinek van igaza. De ezt elvárjuk ettől az embertől, mindegy. Megnehezítették ezt a feltételt, hiszen most már szerződésbe törvényesen azt mondjuk, visszamenőleges törvénykezés kapcsán is, hogy minden jó volt. Tehát itt nincs semmi gond, nem kell keresni semmit, de azért azok az ügyvédek, akik elkötelezettek az irányban, hogy mégiscsak ami jogot tanultak, annak valahol a magyar igazságszolgáltatásban is érvényesülni kellene, ezért van az, hogy ők azt tervezik, hogy kiviszik ezt majd az Emberi Jogok Bírósága elé, vagy egyébként az Európai Bíróságra, hiszen ha más Magyarországon nem, akkor majd ott választ kapnak, csak azt tudni kell, hogy ez 5-6 év. Mire a magyarországi eljárásból lesz egy ottani ítélet. Tehát azért nem hallunk most még ezekről a sikeres... Hát és közben az ügyvédet fizetni kell, hát a törlesztő részletet fizetni kellene. Kellene, tehát ugye itt sok minden van, a végrehajtási törvényt is módosították, ugye nyilván kevés az időnk, hogy mindenbe így belemenjünk, de én azt gondolom, hogy az az adós, aki megvan arról győződve, és tudja azt, hogy őt nem így tájékoztatták, ő nem ilyen feltételekkel akart ezt felvenni, és az ő szerződése nem is erről szól, az igenis keresse azt az utat, hogy ebből a kötelemből ki tudjon szabadulni, és azt gondolom, ahol kisebb, nagyobb a tartozás, mint amekkora az ingatlan értéke, ott feltétlenül próbálja meg a bankkal egyezkedni, ha ő maga nem képes, mert nyilván ő mégse jogi szakember, azért próbáljon hozzá segítséget keresni, hogy ezt érvényesíteni tudja. Volt itt a napokban még egy hír, hogy az MNB a forintosításhoz köthető témavizsgálatát befejezte. Több mint 300 pénzintézetet nézett meg, és 150 milliós bírságot szabott ki. Igaz, ennek több mint 72%-a egy pénzintézetet érintett. Viszont ennek kapcsán azért sokan biztos reménykednek abban, hogy valamennyit ők is visszakapnak. Érdemes reménykedni? Nem érdemes. Ez a témavizsgálat tulajdonképpen arról szólt, hogy a forintosításkor arról szólt a törvény, hogy az árfolyam rés, tehát a banki és az MNB árfolyam közti különbséget, illetőleg az egyoldalú szerződés módosítás, a kamat emelés vagy egyéb költség emelésből származó különbséget visszakapják az adósok. Semmi másról nem szólt. A témavizsgálat nem arról szólt, hogy az alapszerződést megvizsgálom, hogy az helyese, és ahhoz képest az átvezetésre került-e. Nagyon sok olyan PBT-s ítéletem van, és bíróság is, aki kijelenti, hogy az alapszerződést nem vizsgáljuk. De a hibás kamatszámítás miatt visszakaphatnak pénzeket. De ez már az megtörtént, adósok. Ez már megtörtént. Tehát, ez a tehát már senkinek nem érdemes várni. Most már senkinek nem kell várnia semmire. Ez a témavizsgálat kvázi azt az algoritmust, amit egy oldalon keresztül ugye lehetett látni az MNB rendeletben, és viszonylag kevesen értik, hogy az miről is szól, annak megfelelte a pénzügyi intézmény, de még mindig sok olyan eljárás van folyamatban, ahol ezt az adósok megtámadták, és mentek ugye a békeltető testülethez, bírósághoz, törvényszékhez, aki visszautalta, és a második körös, nekem is van saját ügyem, az még mindig nem zajlott le ugye 2015. február óta, de hát időnk, mint a tenger. Igen, azt akartam még kérdezni, hogy ebből a 66 ezer bedőlt hiteles számból legoptimálisabb esetben ön szerint mennyit lehet rendezni? Ez mind a két fél szándéka szükséges. Mondjuk megvan.
mind a két fél szándéka, akkor mind a 66-ot. Tehát ezzel nincs is probléma, csak ugye ez a kérdés, hogy ez a bedőlt, ez a 66 ezer, az mennyiben viszonyul ahhoz a számhoz, hogy ugye most az MNB honlapján a 2016 harmadik negyedévi idősoros jelentések vannak fönt, ott abból úgy látszik, hogy a háztartásoknál van durván kint egy 3000 milliárd forintos jelzálog hiteltartozás. És ebből a 20% 90 napon túli. Tehát ugye nem tudom, nem tudom, hogy mennyiről beszélünk, mi fog majd visszamenni, de az is érdekes mutató, hogy egyébként vannak már újra átütemezett szerződések, ez ugye egy durván annak az egyharmad része újra visszakerül a nem fizetőkbe. Akkor ez nem sikerült jól, ez az átütemezés. Igen, tehát sok kérdés van. Köszönöm szépen, szerintem a nézőink nevében is a jó tanácsokat. Most újra Ignát, mert következik a legfrissebb hírekkel, aztán folytatjuk.